A többnyire este zajló előadások során az udvarhelyiek olyan színvonalas produkciókat tekintettek meg, amelyek a szakma, helyi és nemzetközi szintjén is a legjobbak között említhető. Az Ösztánc ősszel idén is felvonultat számos külföldi meghívottat, eljöttek például Pozsonyból az Ifjú Szívek Táncszínház, de budapestiek és helyiek is bemutatkoztak. Az Üsztürő és a Heveder zenekar közös produktuma igazi csemege volt a népzenét kedvelőknek. A szervező Udvarhely Néptáncműhely szerint céljukat elérték, minden évben azt szeretnék, hogy sikerüljön bemutatni a népzene és a néptánc milyen formában van jelen határon innen és túl. A szervezők úgy látják, a múltban megszületett gondolat helyes volt, mostanra pedig az Ösztánc ősszelnek meghatározott szerepe van a helyi kulturális kínálatban. Az, hogy helye van, az 100%-os. Tehát már a tavaly meghaladta a várakozásainkat úgy a nézőszám, mint a jegyekből származó bevétel, és az idén pedig azt meg fogjuk még haladni. Már nem az elvárásainkat elsősorban, hanem a tavalyi teljesítést. Én úgy gondolom, már ez eleve önmagába bizonyítja, hogy igenis az udvarhelyi nézőknek szükségük van ilyen rendezvényre. A zenészek azt mondják, Udvarhely a táncház mozgalomban nyújtott törekvései révén ma már nem csak az országban, hanem nemzetközi szinten is igen magas helyen áll, így látja Szász Lőrinc, aki a városból származik, de Budapesten él és az Üsztürő zenekarban zenél. Én is ide jártam annak idején táncolni, meg énekelni, és örülök, hogy azok közül is éltetik ugyanezt a kultúrát, akik akkor elkezdték, de most már számos fiatal, számos új ember, akit nem is ismerünk, de úgy látjuk, hogy tényleg mozgalma jellege van itt Udvarhelyen. Jövő évben lesz 10 éves az Ösztánc ősszel, az Udvarhelyi Néptánc műhely pedig 20. születésnapját ünnepli, a kettős évforduló pedig arra kötelezi a szervezőket, hogy valami nagyobbat, szebbet, újabbat mutassanak, a feladat viszont messze nem mondható egyszerűnek.